Tiszteltel köszöntök mindenkit, aki megjelent. Örkényi Ádám, azaz Szűcs Tamás barátom, akivel tegeződni fogunk, mert már régóta ismerjük egymást. Elképesztően régóta, igen. Könyvbemutatóján a 2068 Éld az életem könyvnek az egyik bemutató állomásán, és mi már itt el is kezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen nehéz az írás, és hogy mi okozta neked a legnagyobb problémát. Az egyik interjúban azt mondod, hogy az, hogy nem volt visszajelzésed. De igazából te odaadtad ezt valakinek? Nem, ezért közben. Nem volt visszajelzés. És mi tartott vissza ettől? Illetve egyébként odaadtam. Most, úgy értem, hogy részleteiben? Részleteiben nem. Csak amikor kész volt, akkor adtam oda. Nem tudtam, hogy jó-e. Tehát tulajdonképpen én ezt saját magam szórakozására írtam, és utána, amikor kész volt, akkor gondolkodtam azon, hogy valamit kéne ezzel kezdeni. És akkor onnantól kezdve megpróbáltam kiadót találni, és ez meg nem volt egy annyira egyszerű folyamat. És akkor így, tehát tulajdonképpen ennyi. Igazából lehet, hogy egy szerkesztő nem ártott volna, de most már nem volt. De hát attól még a jövő érdekes. Tehát. Azt mondod, hogy körülbelül 4 hónap alatt írtad meg, de ezek lopott idők voltak, tehát sokkal kevesebb, egy kis rövidebb idő alatt. Ja, nem úgy, hogy 4 hónap teljesen, 4 hónap főállás mellett. 4 hónap főállás mellett, igen. Igen. Mennyi volt még ezután körülbelül a szerkesztése? Tehát amikor azt mondtad rá, hogy na most már kész van. Hát az még egy fél év volt, amíg ide-oda küldözgettem, elolvasták mások, mit tudom én, szórakoztunk. Alapvetően? Nem változott meg alapvetően, sok apró változtatás történt, nem alapvető változtatás. És milyen visszajelzéseket kaptál, amikor már olvasták? Hát kaptam olyanokat, hogy ezt-azt kéne rajta változtatni. De senki nem mondta azt, hogy zseniális, úgyhogy mindent közöttök minden. Azt mondtam itt az előbb, amikor elkezdtünk még a távolétedben beszélgetni, hogy az nem lepett meg, hogy írtál, sőt, mivel tudom, hogy nagyon sok mindennel foglalkozol, utazás és azokról blogot írsz, talán azt lehet mondani, hogy többféle blogot is. Várható volt egy könyv, de hogy tulajdonképpen fikciós írás jön tőled, az nem, vagy legalábbis te sosem beszéltél róla, sosem mondtad ezt az ambíciót. Ez régóta érlelődött benned? Ez a történet nyilvánvalóan régóta érlelődött, meg az, hogy én science fiction-t akarok írni, ez régóta érlelődött, de mindig úgy voltam vele, hogy bementem egy könyvesboltba, megnéztem, hogy hány könyv van benne, ehhez még egyet mi a szarnak. Tehát tényleg, tehát, és most meg már úgy voltam vele, hogy nem a kereskedelmi érdeme miatt, meg nem azért, hogy majd meg fogják venni, hanem volt elég pénzem ahhoz, hogy kiadassam, és önnön szórakoztatásomra megírtam, aztán hát, ha lesz belőle valami. Tehát ez egy sokkal inkább a saját, tehát sokkal inkább egy költséges hobbinak éreztem, mint a sok egyéb elképesztően költséges hobbi mellé még egy másik költséges hobbi, tehát következőre nekiállok autókat gyűjteni. De ennek lesz folytatása? Hát, illetve kiíródik a folytatása, igen, íródik a folytatása. És az melyik időszakban fog játszódni? 2 évvel később. Ugyanezekkel a szereplőkkel? Másfél évvel később. Oda akarok eljutni, hogy te mennyire érzed ezt a kész írásművet milyen arányban érzed disztópiának, illetve utópiának? Én nem hiszek a disztópiákban. Tehát nem hiszek abban, és olvastam sok science fiction-t, inkább gyerekkoromban, mint most, és szinte mindegyik egyfajta disztópikus jövőt. Valamiért ragaszkodunk most ahhoz, hogy a jövő disztópikus legyen, és ezt igazából nem értem miért. Tehát, illetve látok bizonyos dolgokat, hogy az emberek miért félnek a jövőtől, miért akarnak félni a jövőtől, miért érzik úgy, hogy sikkes, hogy elvárt az, hogy féljünk a jövőtől, elvárjunk azt, hogy a jövő az egy valamilyen borzasztó legyen.
Ugyanakkor én azt látom, hogy ez egy teljes értelmetlenség igazából. Tehát ez ugyanaz, ahogy a jelent is sokkal vadabbnak, sokkal negatívabbnak, sokkal rosszabbnak látjuk, mint amilyen. Tehát, hogyha végig nézünk a 2010, most ugye az évtized fordulóján, és ezért is utána, hogy beszélünk, egy évtized fordulóján vagyunk, ha visszanézünk az előző évtizedre, és megnézzük a statisztikákat, a többé-kevésbé objektív számokat, akkor azt látjuk, hogy nem volt ez egy olyan szar évtized. Tehát minden globális mutató azt mutatja, hogy tulajdonképpen egyre jobban élünk, egyre biztonságosabb környezetben élünk, egyre kevesebben halnak meg természeti katasztrófákban, gyakorlatilag egyre kevesebben halnak meg nemzetközi konfliktusokban, zuhan a bűnözés, és ehhez képest az emberek már a kérdések is mindig olyanok, hogy ezekben a nehéz időkben, ezekben a válságos időkben mit gondol? Tehát egy permanens válság tudata van az emberiségnek, különös tekintettel a középosztálybeli fehér embernek, és ez nem tud túl lenni ezen a válságtudaton, és ezt a válságot folyamatosan projektálja a jövőbe, folyamatosan kvázi olyan elvárásokat mutat, hogy a jövő az majd legyen egy még nagyobb válság, a jövő legyen egy összeomlás, a jövőben legyenek halucinatív, falanszter jellegű életterek, amik egyébként nincsenek olyan trendek, amik ebbe az irányba mutatnának. Tehát nincsenek olyan trendek, amik azt mutatták, hogy 30 év múlva ilyen Mad Max-szerű világok lennének, de szeretjük azt, valamiért vonz minket. Ezt akarjuk, ahogy a jelent is negatívan akarjuk látni, és nem tudom, miért akarjuk. Tehát persze van csomó magyarázat erre, a kiselefánttól, tehát fejlett középosztály nem romló életszínvonalától, mert nem romlik az életszínvonala, csak nem javul eléggé ahhoz, amennyire szeretné. Onnantól kezdve számos egyéb ilyen globális magyarázat van erre, az identitás válságok és az identitás kora és egyéb magyarázatok. Kazán számomra egyszerűen az a megdöbbentő, hogy tulajdonképpen politikai hozzáállástól, nézetrendszertől, képzettségtől függetlenül látják az emberek úgy, hogy most is rossz a helyzet, és hogy ennek jövőben csak rossz kifutása lehet. Én meg úgy gondolom, hogy nem. Tehát, hogy nyilvánvalóan mindig lesznek olyan dolgok, amit az emberek aktuálisan rossznak fognak érezni, és mindig lesznek olyanok, amit jónak. Megpróbáltam én inkább egy olyan világot felvázolni, ami a valós trendeken alapul. Tehát, ami nem a jaj, mi meghalunk, persze, egyébként mind meghalunk, bár a könyvben éppen arról van szó, hogy a következő nemzedék már nem feltétlenül hal meg, azok szerint a definíció szerint, ami szerint mi most meghalunk, vagy meghalnánk, vagy meg akarunk halni, meg fogunk halni. Hanem egy olyan jövő álljon elénk, amilyen akár lehet is. Hát nyilvánvalóan persze nem akartam én egy olyan trendet, ilyen megatrendes
közgazdasági és politológiai elemzést írni, mert hát nem vagyok se közgazdász, se politológus. Egy többé-kevésbé túlképzett újságíró vagyok, de hát munkám folytán mindenféle trendekkel foglalkozom, és ezeket formáltam könyvvé. És azért beletettünk valami kis szórakoztató elemet is, hogy az emberek, ahogy annól mondtuk, szórakozva tanuljanak. De azért nem direkte ismeretterjesztő. Egyáltalán nem direkte ismeretterjesztő, bár vannak benne, remélem nem unalmas, aki olvasta, tudja, hogy unalmas-e vagy se, olyan részek, ahol ilyen történet-filozófiai fejtegetéseket folytatnak egyes szereplők. Igyekeztem ezeket azért rövidre fogni, hogy ne akasszák meg nagyon a cselekményt. Nagyon olvasmányos volt, tehát nagyon jól lehet vele haladni. De megtaláltam a kapcsolódási pontot közted és Orbán Viktor között. Naponta olvasom fel a nevét angolul, de ez... Amennyiben nagy hatással volt erre a könyvre, ha jól tudom, Haririnak a munkássága, akit a miniszterelnök is nagyon fontos. Hát, ha olvasod és visszaköszön benne Hariri munkássága, annak én valamilyen szinten örülök, én is nagyra tartom őt. És egy borzasztó olvasmányos és érdekes szerző, nyilvánvalóan lehet vele is vitatkozni, de számos könyvét olvastam, tehát az visszaköszönhet benne. Nyilvánvalóan ugye az a műfaj, amit én nem írtam, tehát miután én nem vagyok egy sztárszerző, ezért aztán úgy gondoltam, hogy nekem mégiscsak illene valami humort és cselekményt is csempészni a szöveg közé, hogy az emberek szerény érdeklődését kiváltsam. Welbeck mennyiben hatott rá? Welbecket szintén szeretem, bár most kezdtem el olvasni a Serotonint. A behódolást nem voltam hajlandó elolvasni, mert úgy éreztem, hogy az túlzottan direkt politizál, de a korábbi művét azt nagyon szerettem. És persze nyilvánvalóan ő is hat rám, tehát sokkal inkább hatottak rám ezek a szerzők, mint azok a modern science fictionok, amiket egyébként nem olvastam, mert a science fiction olvasással valahogy 20 évvel ezelőtt felhagytam, és azóta mást olvasok nagyobb mennyiségben. Mi az, amit a legjobban tartasz, ha mégis... Hát attól meg fogunk halni, nem? Minden attól. Az emberiség szempontjából, nem egyéni szinten. Ja. Az nem egyéni szinten. Egyéni szinten jó, attól tartok, hogy előbb-utóbb meg fogok halni, és ezt nem tudom feldolgozni. És valószínűleg a könyv is ezért szól erről, mert terápiásan valahogy ki kellett írnom magamból, hogy nem tudom feldolgozni, hogy halandó vagyok. Nem tudom, mások hogy vannak ezzel, mások állítólag ezt könnyedén feldolgozzák, és nyilvánvalóan persze annak, akinek mély az Isten hite, annak valószínűleg könnyebb feldolgozni, mert az úgy hiszi, hogy majd a mennyországba kerül, de hát én nem vagyok hívő, tehát ezt így tőlem. Hát én már abba a csoportba tartozom, aki úgy érzi, hogy a felvilágosodással Istent megölték, de még nem teremtettük meg azt a lehetőséget, hogy pótoljuk. Nyilvánvalóan e felé haladunk. Felé haladunk, hogy mondd azt, amit annó attól reméltünk, hogy majd a mennyországba jutunk, azt majd azt így e világon érjük el ebben az életünkben, meg teremtsünk magunknak túlvilági életet is. Elég jól haladunk e felé egyébként, tehát azért a jóléti társadalom az valamilyen szinten a mennyországot mintázza. És ahogy a könyvben is leírtam, erősen haladunk egyfajta olyan rendszer felé, ami az élmény alapú társadalmat vetíti előre,
alapvetően az egész társadalom, az emberiség célja az élményszerzés. Hát most is az már, csak... Már most is az. Már most is az, mert ugye ez ugye, amit post-scarcity egyetek egyébként, vagy egyenek, vagy... És igyanak. És igyanak is. Tehát a hiánygazdálkodás utáni társadalom láthatóan ugye miután... Majd visszahívlak utána, jó? Tehát már most ebben vagyunk benne. Nyilvánvalóan nagyon sok minden ennek köszönhető, tehát a klasszikus baloldal bukása az annak köszönhető, hogy a klasszikus baloldal témái az, hogy mennyi tegyünk, hát meg mennyi legyen a fizetés, hát tulajdonképpen eszünk és van fizetés, tehát igazából ez nem motivál már olyan tömegeket, azokat a témákat találják meg most a politikusok már most, és valószínűleg az elkövetkezendő 50 évben ez még inkább igaz lesz, amíg a gazdaságon túl vannak. Tehát nagyon, nagyon jól látszik, hogy igazából a gazdaság nem annyira tud. El van magának, köszöni szépen, leszünk, iszunk, jól vagyunk. Ezért van az, hogy egyre inkább az elveszettnek hit, vagy korábban letűntnek hit identitásbeli és morális kérdések uralják egyre inkább a politikai teret. Igazából az a kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Tehát az elkövetkező 50 év nagy kérdése, hogy... Nem, gyere be! Na. Igazság szerint az a nagy kérdés, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Ha megvalósulna az élmények demokráciája, legalábbis olyan szinten, mint ahogy a könyv ábrázolja, akkor is lenne szerinted félelem a jövőtől is? Akkor is elkövetkezne óhatatlan kiábrándulás? Az emberek imádnak félni. Tehát én azt vettem észre, hogy valahogy az agyunk arra van zabolva, nyilvánvalóan ez egy ilyen biológista felfogás, hogy persze az őskor és az állati és a barlangba bejövő medvétől kell tartani, keressük mindig a medvét, hogy keressük a veszélyt, keressük a lehetőséget, keressük azokat a lehetőségeket, amiktől morális pánikot érezhetünk. Valamiért ez dobja fel az embereket. Jól látjuk. Egyébként a könyv végén erről is van egy hosszú monológ, hogy a legalábbis ekkor és a könyv szerinti kvázi politikai elitnek nincs más célja igazán, mint hogy a morális pánikokat megelőzze, mint hogy azt megelőzze, hogy az emberek féljenek valamitől, vagy illetve hogy kontrollálja azt, hogy mitől félnek, megfelelő mederben tartsa ezeket a morális pánikokat, és ne engedje elszabadulni, ne engedje azokat a öngerjesztő folyamatokat, amiket az elmúlt évtizedben már láttunk beindulni. Mert ugye az elmúlt évtized az arról szólt, tulajdonképpen összefoglalva és röviden is kiherélve a lényegét, hogy a korábban tehát ugye nem atomkor, meg
meg űrkorszak lett, hanem a közösségi média kora, hogy azok a kontrollok, amik voltak, azok megszűntek, a tekintély megszűnt, egyfajta közvetlen kommunikáció alakult ki a politikai elit és a lakosság között, amit a politikai elit ki tudott használni. Öngerjesztő folyamatok indultak be, gyakorlatilag meg ez, amit néhányan pozitívan értékelnek, hogy megszűnt a szerkesztettség, megszűnt a média, tehát ami korábban volt, hogy a politika és a lakosság között ott volt egyfajta magyarázó, értelmező közeg. Ez a közeg gyakorlatilag diszfunkcionális lett, nincs rá szükség. A közvetlen kommunikáció az azt jelenti, hogy nem kell értelmiségesíteni az üzeneteket. Azt is jelenti egyébként, hogy miután megszűntek a tekintélyek, megszűnt a kvázi az értelmiség létalapja, ezért aztán egymás mellé rendelődtek korábban aláfölé rendelt narratívák, tehát ma már nyugodtan azt lehet mondani, hogy a föld lapos, miért ne? Ki vagy te, hogy megmondod, hogy az nem lapos? El tudod ugyanezt képzelni egyébként a vallás esetében, hogy ennyire kiszűri az egyházat? Teljes mértékben. Teljes mértékben. Ez a könyv is említést tesz, a következő rész pedig, nem akarom lelőni a poént, de az nagyon erősen a 21. század második felének sajátos vallásosságát fogja bemutatni, amiben el is hangzik, hogy tulajdonképpen a klasszikus vallásoknak leáldozik a 21. század második felében. Nem tudnak érdekesek lenni, nem tudnak fölvenni a versenyt. Ha csak egy narratíva a sok közül, bárki kiválaszthatna bármelyik. Pártus Jézus ugyanolyan jó. 50 éves a távlat, gondolom a 2018-as. Igen, akkor kezdtem el írni. Nem tartottál attól, hogy ami gyakran előfordul, ugye nézzük egy disztópiát, az 1984 az úgy a 40-es években íródik, és 84-et vizionál, és hogy az a vízió, amit létrehoz, mivel túl közeli, nem jön még létre. Lehet, hogy hatványozottan felgyorsult a fejlődés, biztos például technikai szinten. Nem tartottál azt, hogy túl közelre tetted még ezt a... Hát én 2068-ban már nem fogok élni nagy valószínűséggel, tehát majd, ha akkor valaki elolvassa, akkor röhöghet rajta. Vagy sírhat, vagy akármi. Biztos viccesnek és érdekesnek fogja találni, hogy mit írtuk. Igazán nem akartam sem közelebbre, sem távolabbra nézni. Ugye közelebbre azért nem érdemes nézni, mert valójában egyébként amit a technológia, amit én leírok, az nem 50 éves távlat. Tehát a technológia, amit leírok, az gyakorlatilag 20-30 év múlva már ilyen lesz. Mert inkább valószínű, hogy már nem nagyon látjuk be, tehát nagyjából látjuk, hogy milyen lehet 50 év múlva a technológia, mert az valahol rajzasztalon már szerepel, de talán ennél már fejlettebb, csak nem akartam az elejét. Ez inkább 20-30 év, de a 20-30 év az viszont még olyan nagyon közelinek tűnt, mert 20 év múlva még a ma aktív politikusok azok 20 év múlva is aktívak lesznek. És azt akartam, hogy ne kelljen arról beszélni, hogy most akkor van-e Budapest fő
utcáján Orbán Viktor tér, vagy nincs Orbán Viktor tér, hogy a miniszterelnök fideszes-e vagy nem fideszes, mert ez ilyen szinten nem akartam belevenni a napi politizálásba, és egy 20 éves távlat azért még a napi politizálásnak egy meghosszabbított vonala, mert tényleg azért 20 év az olyan szint, amikor a mostani infrastruktúrális projektek nagyjából akkor valósulnak meg. Nagyjából mire megvan a finanszírozás, és mire az összes engedély megvan, az 10 év, mire meg is építik az a másik 10 év, és akkor ma ott is járunk a 20 éves távlatnál. Tehát akkor épp hogy megünnepeljük, hogy jé, megvan az 5-ös metró is. Magyarországon, mert ugye Kínában már nagyjából az 50-es metrót fogják akkor építeni. De Magyarországon nagyjából ez, és valószínűleg egy inkább lassuló, mint gyorsuló pályára áll egész Európa. Az nem motivált, hogy azért tett távolabbra, hogy kitöltess olyan úgynevezett üres lyukaknak szokták nevezni, több néven illetik ezt, hogy ami van, amit prognosztizálhatunk, de van, amit nem tudhatunk előre. Vannak olyan faktorok, nem vagyok elég fantáziadúsához. Sohatják a jövőt. Tehát azt hiszem, hogy nekem, én egy nem vagyok igazán kreatív, meg fantáziadús ember ahhoz, hogy 2200-ra merjek bármit is mondani, ami nem elcsépelt. Lesznek űrhajók, hát. És mindenki űrhajókról ír, aki a science fiction-t írt. Valami még egy űrhajó science fiction-t, hogyha nem érdekel. Tehát ha ez valamiben sajátos, akkor abban, hogy tényleg annak a környezetnek a jövőjét mondja el, amiben most mi élünk. Tehát, hogy referenciákat mutat arra a világra, amiben mi most itt vagyunk. Egy 2200-ban, 300-ban játszódó valami nem tud arra referenciát mondani. Hát mi? Most se értjük igazán, tehát történésznek kell lenni ahhoz, hogy az ember értse az 1700-as éveket, és az 1700-as évekből nem látták előre azt, hogy most lesz-e internet, vagy se. Esetleg a ló nélküli szekeret azt tudták vizionálni, de már az is nagyon nagy merészség volt. Szerinted mit őrzünk meg a mostani Budapestből 50 évvel? Minden. Európa mindent meg. Európa belefullad, beledöglik abba, hogy mindent megőriz. Tehát Európa most éppen afelé tart, ami felé Velence már a 18. században tartott, hogy egész Európa saját múzeumává akar válni, szeretne válni, inkább ne változzon meg semmi. Lehetőleg minden maradjon olyan, mint a 60-as években, vagy na jó 70-es. Retro rádiót hallgatunk, és egy 20. század közepi épületet már nem nagyon vagyunk hajlandók lebontani. Meg, tehát csomó európai városban próbálták volna ezt így, hogy hát akkor most legyen inkább felhőkarcoló, vagy inkább éljünk egy ilyen élő múzeum, inkább az élő múzeum. Egyszerűen Európa öregszik, Európa nem csak úgyhogy lassan én is fiatal embernek számított, pedig hát nyugdíjasnak néznek a buszon. Hanem szellemileg öregszik, szellemileg vágyik arra, hogy ne változzon semmi, tehát valószínűleg Budapestet tök ugyanilyennek akarjuk megőrizni, persze egy kicsit legyen tisztább, meg legyen minden ház kifestve szépen frissen, és legyen minél több sétálóövezet, és lehetőleg úgy telepítsük vissza a fákat, ahogy a 60-as években voltak, mert milyen szép és milyen kevés autó volt. Nem tudom, szoktad-e nézni a szocializmus hagyatéka, meg egyéb ilyen Facebook csoportoknak én szoktam egyébként, meg a Budapest régi képeken. Persze, lesznek akkor is fiatalok, és fognak szórakozni, és
lesznek fiatalos dolgok, de nagyon nagy valószínűséggel tök jól el tudnánk tájékozódni az 50 év múlva levő Budapesten. Mert most tényleg látod annak a realitását, mint a különböző ilyen izékből, hogy akkor lebontják és űrtornyokat építenek az 5. kerületben? 50 éven belül, vagy 100 éven belül? Mi lesz a hidakkal például, hogyha funkciótlanná válnak? Nem lesznek funkciótlanok. Ott fognak az emberek sétálgatni rajtuk. Meg mennek rajtuk az önvezető autók. Valószínűleg a mostani hidak közül én azt gondolom, hogy legalább 2 hidat gyalogos híddal fognak alakítani. Záros határidőn belül a Lánchíd és a Szabadsághíd az gyalogos híd lesz. De valószínűleg erős forgalomcsillapítás lesz az Erzsébet hídon és a Margit hídon is. Most szeretjük Puzsér Robertet, nem szeretjük, tök mindegy. Nagy valószínűséggel előbb-utóbb az, hogy a belváros nagy része sétáló övezet lesz, az kényszerűen megalakul. Már ugye azt látjuk, hogy Norvégiában, Hollandiában már szinte, már ott vezető, tehát jóval több elektromos autót adnak el, mint benzineset, dízeleset, meg alig. Most néztem valamilyen statisztikát, hogy Hollandiában a legnagyobb mennyiségben eladott új autó az a Tesla 3-as modell. Magyarországon eladtak olyan 86, de ugye itt minden egy nemzedéknyi késéssel fog megjelenni, de hát pont ez az egy nemzedék, amiről itt beszélünk. Tehát nyilvánvalóan jelentős elektromobilitással, jelentős további metró és egyéb kötött pályás közlekedési fejlesztésekkel, valamelyest megjelenő városi légiforgalommal. Ugye Dubajban már működik a dróntaxi, nyilván mert egy Dubaj egy sokkal jövőorientáltabb város, mint akármi Európában. Tehát a Közel-Kelet az valószínűleg hamarosan leelőz minket sok szempontból. Hatalmi pólusok a bolygón változnak szerinted 50 év alatt? Hát nyilván változnak. Úgy értem, hogy a nagyok azok a nagyok ugyanúgy. A nagyok is változnak. Ugyanúgy ők maradnak a vezető pozícióban? Mi például nem valószínű. Tehát Európa az le lesz írva. Saját múzeumaként? Hát saját múzeumaként. Egyébként tulajdonképpen ez egy tök jó dolog. Nézd meg velen, nézd meg Athént a hellénizmus idején, vagy Velencét a 18. században. Nagyon vidámon meg lehet abból élni, hogy a világ oda jár szórakozni, és jól érezni magát az ember. Ma egész Európa, tehát miután más kontinensek gyorsan fognak fejlődni, Kínán már látjuk, bár én valahol most ez a vírus ez visszaveti őket 1-2 évre, de látjuk, India valószínűleg Kínát is leelőzi. Népességszámban is, gazdasági erőben is. Az Egyesült Államok valószínűleg valamilyen formában megmarad. Nagy valószínűséggel akármi is lesz, de a Közel-Kelet előtt azért nagy jövő áll, tehát az, hogy most ott háború van, egy idő után óriási előny lesz egy nagy és fiatal népesség, tehát ahol még van munkaerő, Európában egy idő után ki fog pusztulni a munkaerő, és a maradék fiatal munkaerő is el fog menni, mert ahogy Kínában egy óriási ipari
bázist kiépítettek. És zuhanni fog a népesség egy néhány évtizeden belül. Kínai gyárakba fogják elszívni az európai embereket. Jó fizetésekért. Mert hogy ott még megmaradt az ipar, ők kevésbé nyafognak azon, hogy környezetszennyező, magas béreket fognak tudni fizetni. Lakosság összetétele hogyan változik meg szerinted Európában? Hát ugye mindenki itt ez a migrációtól rettegünk, most azt hát én nem, de bár hivatalosan persze igen. Szerdán, csütörtökön és pénteken dél és éjfél között én is nagyon szoktam rettegni a migránsoktól. Ezt ugye majd ki lehet vágni ebből a filmet. Ezt elitáljuk. Rosszul hangzik. Valójában a migrációs folyamatok azok sokkal volatilisebbek, mint amit a köznép feltételez. Tehát az, hogy most, hát gondoljuk végig azt, hogy Irakra most úgy gondolunk, mint egy per definíció nem kibocsátó országra. Irak egészen a háború kezdetéig sokkal inkább célország volt, hiszen a jelentős olaj jövedelmeknek köszönhetően, hát én emlékszem, amikor 2014-ben az iszlám állam elfoglalta Moszult, és azóta az indiai kormányzat nagy gondja, hogy a több ezer indiai házi cserédet, hogy a picsában meg ápolónőt és egyebet, hogy menekítik ki Moszulból. Ez nyilvánvalóan az európai média le se szarta ezt a témát, de az indiai média ezzel volt teli, hogy sírnak az indiai ápolónők a moszuli kórházban, valahogy ki kéne őket menekíteni. Tehát az, hogy most Európa célország, illetve célterület, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy 20 vagy 30 év múlva is az lesz. Úgyhogy itt egy stagnáló gazdaság, növekvő identitárius mozgalmak, nemzetállamok? Hát, de nem kell nemzetállamnak lenni. Jelenleg az iszlamofóbia és a fehér felsőbbrendűség tudat, ez már ez az új európai identitás alapja. A egykori versengő nacionalizmusok helyét egyfajta, ahogy Amerikában is, a fehér nacionalizmus veszi át Európában, ami alapvetően ugye nálunk az iszlamofóbiában jelentkezik, és ami megteremti a hidat a különböző nacionalizmusok között, és ami kvázi, bár nyilvánvalóan nehezükre esik nekik is bevallani, de igazából ez teremti meg az európai, a közép-európai és az európai identitást. Mi vagyunk mi, fehér emberek, akik nem szeretik a büdös muzulmánokat. És ez sokkal egyszerűbb, mint bármiféle pozitív üzenetet adni. Ennek megfelelően nyilvánvalóan, tehát az arab világban, ha ott vagyunk, hát ott erősen féltik. Már most féltik a szerencsétlen gyermekeiket, hogy ide küldjék, mert hogy itt nyilvánvalóan Európában mindenki tomboló náci, és a szegény kislányokat meg úgyis meg fogják erőszakolni ezek az elvadult fehér emberek. Úgyhogy nem valószínű, hogy egyre kevésbé vonzó lesz Európa, mert pénzt azt egyre kevesebbet lehet majd keresni, ezzel szemben nem szeretnek minket. Más, meg hát ahogy béke lesz a Közel-Keleten, és ugye azt is
vagyunk figyelembe, hogy most még növekvő népesség van a világ nagy részén. De ez ugye már a születési ráták, azok szinte sehol nem érik el a reprodukciós 2.1-et. Tehát már Iránban sem, a közel-kelet nagy részén sem. Tehát nem félsz a túlnépesedéstől? Hát senki nem fél ma már a túlnépesedéstől. Ezért viccesek a 60-as évekbeli science fictionek, amikor a túlnépesedéstől féltünk. Most éppen arról van szó, hogy az a nagy kérdés, hogy a csökkenő népesség az jó-e és stabilizálódhat-e valahol, tehát hogy egy pár milliárddal kevesebb embernél stabilizálódhat-e, megváltoznak-e egy idő után a jelenlegi trendek, vagy pedig egy olyan spirál következik be, ami már az egész világon egy jelentősen csökkenő népességet és egy jelentősen csökkenő életszínvonalat is hoz. Én egyébként azt gondolom, hogy előbb-utóbb stabilizálódni fognak, egyszerűen azért, mert két lehetőség van. Ugye a népesség azért csökken, mert nagyon van kedve a lányoknak szülni. Ez egyébként egy teljesen érthető folyamat. A jóléti társadalom megjelennek a jóléti rendszerek, az emberi reprodukció az már tényleg csak szórakozás és önmegvalósítás. Ugye? Az, hogy van három gyerekem, attól nekem nem lesz öregkoromban magasabb az életszínvonal. Ahol még mindig sok gyereket szülnek, ott nyilvánvalóan azért, mert a öregségre, betegségre igazából nincs olyan szervezet, rendszer, ami biztonságot adna. Ha van sok gyereked, az nagyobb esély van arra, hogy valamelyik majd el fog tartani öregen is téged. És gyámolítani fog, és fog annyit keresni, hogy hazautaljon. Hogyha ezt a saját nyugdíjbefizetéseidből fedezed, akkor még rosszabb is, hogyha van három gyereked, mert azokra is költeni kell, és nem csak a nyugdíjadra teszel félre. Az a kérdés igazából, hogy eljutunk-e egy olyan pontra az élmény alapú társadalomban, hogy az emberek azt érezzék, hogy milyen vicces dolog sok gyereket szülni és csinálni, és pusztán a buli kedvéért nekiállunk gyereket gyártani, vagy hogy túllendülünk az Úristen, hogyha három gyerekem van, az sokba fog kerülni, mert egyfajta, ugyanúgy, ahogy mondjuk az étkezésben már túllendültünk a szűkösségen, és egyre inkább úgy gondoljuk, hogy az étkezés az egy morális kérdés, hogy ne jó sokat együnk, hanem együnk olyat, ami a boldog tyúknak a tojását, és olyan zöldséget, amit előtte megsimogattak, és fair trade-ben vásároltak, ez egyre inkább terjed. Elképzelhető, hogy egy idő után el fogunk jutni odáig, hogy ezt is kvázi egy ilyen morális kötelességből, vagy morális belső indítatásból szülünk majd gyereket. Nem tudjuk, de vannak ilyen. De ha valamiért, akkor ezért. Nem azért, mert a tradíciók fognak újra életni, és a kereszténység
fogja ezt bele magyarázni az emberek fejébe, hanem valami egészen új dolog miatt. Ugye a másik opció pedig az, hogy nem csak a gyereknevelés válik el a tehát ahogy ugye nem otthon neveljük már a gyereket, hanem óviban, iskolában, akárhol, és ehhez a finanszírozást is jelentős részt már az állam adja, hanem akkor megléphetik az államok a következő lépést, hogy akkor a puszta reprodukciót is állami kézbe veszik. Végül is elméleti szinten lehet, tehát kisbárányt már növesztettek zacskóban. Ugyanolyan zacskóban lehetne embergyereket is. Ez nyilvánvalóan azt mondjuk, hogy számos etikai problémát vet fel, szinte csak etikai problémákat vet fel, de abból nagyon sokat. De hát azt is tudjuk, hogy vannak olyan államok a világban, amelyek sokkal könnyebben túllendülnek az etikai problémákon, mint mondjuk Svédország, ahol jelentős etikai kérdések vannak, de én azt gondolom, hogy ha mondjuk ez Irán vagy Kína jelenlegi rendszerében az etikai problémák azok egy-egy párthatározattal vagy fatvával elég könnyen áthidalhatók. Hol mivel? Tehát ott ha úgy gondolják, hogy kell nekünk az acskóba született gyerek, akkor lesz az acskóban született gyerek. Ha megvalósul az élmények demokráciája, ilyen szinten, mint a könyvben, akkor az nem fogja túlságosan elgyengíteni az egyént? Nem erősödnek fel a szenvedélybetegségek? Hát a szenvedélybetegségek azok folyamatosan jelen vannak. Ha végignézed, a középkori ember napi 3-4 liter bort megivott. Ma, aki napi 3-4 liter bort megiszik, az súlyos alkoholista. A szenvedélybetegségek bennünk az emberiséggel vannak. Nyilvánvalóan egyre kevesebb alkoholt iszunk. Ahogy a könyvben is leírom, én azt sejtem, hogy mondjuk a rekreációs drogok liberalizációja az egy olyan folyamat, amit nem nagyon tudunk megállítani, tehát ez valószínűleg nem fog megállni a nyugati féltekén, mert a nyugati féltekén már kvázi mindenütt különféle rekreációs drogokat liberalizáltak, valószínűleg. Ugye a könyvben, aki olvasta, tudja, hogy gyakorlatilag a szereplők folyamatosan marihuánás kólát isznak. Mint vizet? Hát, mint a vizet isszák a marihuánás kólát, mert attól jó kedvük lesz. Hidd el, ha lehetne most marihuánás kólát kapni, valószínűleg én is. Ezt is vágjuk majd ki. A történet volt meg először. Az, hogy science fiction-t akarsz írni, vagy az, hogy detektív? Nem, ez a történet volt meg. Ez a történet. Milyen jót a dédelgetted? Hát én megmondom, hogy... Illetve mennyire írja magát, írta magát? Hát a könyv az teljes mértékben magát írta. Leültem, meg volt a fejembe a történet, belenyomtam a gépbe. Hát nem... Egészen a végéig meg volt? Minden... Persze, meg volt a végéig. Minden részletével? Milyen? Hát nem minden részletével, hát az nyilván nagy ívek. A nagy ívek azok megvoltak. Nagy ívek azok megvoltak. Az nem volt kérdéses, hogy az. Tehát az, hogy jövőben játszódik, és az, hogy detektív sztori. Nem, ez a sztori. Tehát, hogy ez legyen. Én elmondom, hogy mikor volt az. Ültünk egyszer Szombathelyen. De már gyerekekkel, tehát pár évvel ezelőtt. Szavária karnevál végén. Nagy forróság volt.
meleg volt, hát este volt már. Megálltam, ültem, és néztem a fiatalokat. Mennek, azt mondom, fiatalok, vidám. Én már sose leszek ilyen fiatal és vidám. Ilyen jó lenne az ő testükben lenni. Innentől gyakorlatilag már, miután egy órán keresztül vártam a gyerekeimet, hogy visszajönnek valahonnan, ez alatt, az óra alatt nagyjából megformálódott a történet. Onnantól kezdve már többi, az már csak az a lendületes csukromozgás volt. És ez mikor volt? 2000-es évek? 2010-valahányos. 2010-es évek? Igen, csak egy ideig nem volt, most megírjam, ne írjam. De hát olyan sok könyv van az országban, aminek írja a könyvet. Na jó, aztán... Anya mondta, hogy... De hát írjál már meg. Illetve, hogy írjál már valamit. Valamit belőle. Nem ebből, írjál már valamit, hogy legalább foglaljam el valamit. Ne. Kelletlenül sok szabad időm volt. Ez egyébként nem igaz, de... Ő úgy érezte. De nem, tulajdonképpen heti 3 napot kell dolgoznom, a másik vagy most 4-et. Van még 3 nap a héten, hogy azon a 3 napon ne se unatkozzak. És foglalja el magam, ne gondoljak másra, és akkor szóval magam. Többen kiemelik, hogy viszonylag drágább, jobbszín kifejezésekkel van tele a könyv. Hát aki ismer engem, az nem lep, azt nem lepheti meg ez, mert... Engem nem az, engem inkább úgy átfogóan, hogy hogyan változik a nyelv szerinted 50 év alatt, és hát amire én felfigyeltem, bocsánat, csak hogy szándékosan használsz például, most akár idétlennek ható, de 50 év múlva simán elképzelhető rövidítéseket. Még további rövidítéseket bizonyos szavakra. Persze. Hát hiszen változik a nyelv. És a nyelv változásának egyik alap eleme, mert ugye ez az egy marhaság, ez az aranykor mítoszos izé, hogy a nyelv romlik, de változik. És az utóbbi időben a nyelv demokratizálódásának egyik kísérő jelensége az, hogy egyre elfogadottabbak azok a szavak, kifejezések, amelyek korábban tabusítva voltak. Ezek egyre inkább szivárognak be a közbeszédbe, politikai beszédbe akár. Tehát konkrétan akár azt mondom, hogy 10 évvel ezelőtt a geci szót, azt hát csak nagyon pironkodva lehetett volna kiejteni nagy közönség előtt. Ugye gyakorlatilag az egyik napról a másikra került be úgy a közbeszédbe, hogy bármely lap headline-jában teljes mértékben elfogadottá vált, és ma már hivatkozási pont, tehát ez gyakorlatilag ez csak egy példa, de ugye aki még már élt akkor, arra emlékszik, hogy a Spirónak a Csirkefej című darabja a 80-as években micsoda reveláció volt, hogy az kurva anyja ki lehetett mondani a színpadon. Hát ma már egy átlagos Pintér Bélában körülbelül 4 perc alatt hangzik el annyi kurva anyja, mint az egész Csirkefejben. És igazából senkinek nem akad fönn a pillantása a nézőközönségben, hogy úristen, miket mondanak. Sőt, én azt gyanítom, hogy ez a trend, ez folytatódik, folytatódni fog, folytatódnia kell. Ennek ezért is beszélnek úgy, ahogy ezek az emberek. Ahogy például az is le van írva benne, hogy 50 év múlva az akkori fiatalok már nem is értik a magázódást. Tehát, hogy az egyik főszereplő az rendszeresen belefut
ebbe, hogy csak nem érti, hogy most az idősebb emberek mit, most akkor kihez beszélnek így egyes szám harmadik személyben, most ki az, kinek a kocsia, meg mi van. Mert hogy nem érti, mert sose hallott olyan. De hogyha nézzünk magunkba, az elmúlt egy évben hányszor magázottunk bárkivel is? Viszonylag keveset. Rémesen keveset. Tehát az ilyen kimondottan a banki ügyintéző az, akivel magázottunk. Vagy nagyon sokszor az első pillanatok után. Igen. Vagy ha bárkivel is olyan helyzetben vagyok, akkor nagyjából a második, harmadik mondat után, hát tudjátok, ezért persze. De tényleg, mert már a festővel, meg a villanyszerelővel nem magázódom, mert az kedves szaki, az bejön, azt azonnal tegez engem. Tehát azokkal már nem. Tehát tényleg csak a pénztáros kislány, meg a banki ügyintéző az, akivel, de a pénztáros kislány az is én, maximum én, mert a feleségem tegeződik, mert ismeri őt a Facebookon. Melyik szereplőkkel azonosultál leginkább, vagy úgy kérdezem, hogy kinek az életét írtad a legszívesebben? Hát ez nagyon külön, tehát nagyon, nagyon, nagyon nehéz ezt így elmondani, mert nyilvánvalóan az öreg urak azok, akik a leginkább közel állnak hozzám, hiszen korban is, jó, hát én még csak 52 vagyok, ők meg 80 fölött vannak, de öregebbnek érzem magam a koromnál. Tekintett, hogy 10 éve utazom nyugdíjasként a BKV-n. Mindenki nyugdíjasnak néz, és akkor nem kell jegyet venni. Tehát nyilvánvalóan ők azok, akik korban is, tehát úgyhogy ők a 80-as években születtek. Azt a tudásanyagot hordozzák, amit én is, bár én ugye korábban születtem, de a 80-as években születettek, azok nagyjából még az én nemzedékem, nyilvánvalóan a 2040-ben születettekhez képest. Másrésztről viszont a fiatalok is érdekeltek, hiszen hát nyilvánvalóan valamilyen szinten velük is azonosulni kellett. Sokan mondták azt, hogy persze nyilvánvalóan a két főszereplő, a fiú és a lány közül persze, valóan a buddhizós részekben többé-kevésbé én saját emlékeim belevennek meg, tehát ha valaki olvasta és emlékszik arra, hogy ez a te hálód. Egy ordinári másnapossággal kezdődik a könyv, hát voltam ordinári módon másnapos. Másrészt viszont mondjuk családi környezetben valószínűleg közelebb állok, vagy indítatásban, származásban a női főszereplőhöz. Aki amúgy egy buddhizós gyerek, tehát ilyen szempontból biztos, hogy vannak az én emlékeim benne. Ő egy egészen más társadalmi közegből származik, mint amiből én származtam. Volt, aki azt mondta kritikaként, hogy látszik az, hogy vele kevésbé tudtam azonosulni, és ő kevésbé van jól megírva, mint a női főszereplő, aki velem. Társadalmi, kulturális attitűdjében sokkal inkább együtt tudok mozogni. Nagyon érdekesek a nevek benne. Ezek volt, hogy sok gondot okoztak? Nem, ezek így jöttek. Ezek így nagyon jöttek. Ezek abszolút jöttek, tehát ez a neve. Tehát egy pillanatig nem gondolkodtam, hogy kinek mi lesz a neve, az első, ami eszembe jutott. Biztos. Tehát, de azért szabad engedted magad. Hát, tehát Vámos Szundár például. Hát ő azért Szundár, mert ugye ő fél indus. Tehát ő ki is van mondva, hogy ő bengáli. Egyébként csak anyai részről magyar.
folyamatosan a Pi életének a főszereplőjét nyomáltam magam elé. Igen, igen, igen. Tehát nyilvánvalóan nekem képileg is megjelentek, hogy néznének ki ezek az emberek, tehát lelki személyim előtt ismert, vagy kevésbé ismert figuráknak az arca mozgott, de mondjuk Vámos Szundarnál, például Szundar Pichai, hogyha elképzeled, akkor nagyjából úgy néz ki, hogyha meg már másoknál is, azért hogy voltak ilyen elképzelések, hogy hogy nézzen ki az a csávó, hogy nő, de... És ezek a nagyon inspiráló fejezet címek? Hát azt gondoltam, hogy vicces. És azt utólag? Nem. Mindig egy fejezet elején? Mindig egy fejezet elején. Tehát én tényleg tudom, hogy nem így kéne, meg tudom, hogy nem... meg hogy izé, meg tervezés, meg mit tudom én, micsoda és kis sárga posztitek, meg izé, meg minden. Hát nem. Tehát én leültem, fölírtam a címet, azt elkezdtem írni az elejétől a végéig, azt így ment. Tehát leírtam a fejezet címet, aztán folytattam a szövegtörzsel, aztán a következő fejezet cím. És nem változott a fejezet cím? Egy darab fejezet cím változott. Egy darab fejezet cím változott meg. Tehát azt hiszem, hogy egyet javítottam ki utólag. Néhány érdekesebbet felolvasnék annak is, aki olvasta, vagy aki halad benne. Az sem biztos, hogy elolvasta az összeset. Winkler Szonita céltudatosan maszturbál. Rostás Ferit jól megverik, de kap pénzt. Balogh Kálmán szerelmet volt, de kinevetik. Az egyik kedvencem. Dr. Marsall György nyugalmazott rendőr altábornagy szolgálatba helyezi magát. Winkler Szonita romlott, anyagias, keresztény vagy zsidó és egy befolyásos személy szerető. Szikszai Valéria megtudja, mi a hasonlóság a zsidók, a GMO és a Huawei között. GMO és a Huawei között. Inez Eszterhez elnökhöz méltatlanul viselkedik. És akkor ezek szerint mindig megvolt a teljes fejezet történet? Persze. És lineárisan haladtál? Mondom. De úgy értem, hogy az egész könyvben lineárisan haladtál? Tehát azt is tudtad, hogy teljesen persze. Hova fog kifutni hát, a... Nyilván. Detektív sztori. Nyilván. Az ember úgyis olyan sokat gondolkodik, sok ideje van arra, hogy gondolkodjon, akkor lefekvés előtt végig gondoltam, hogy nem másnap mit fogok írni, az összeállt a fejembe. Beleírtam. Hát nagyjából tudtam, tehát tudtam, hogy mire kell kifuttatni a végét, tudtam, hogy ki lesz a gyilkos. Többi az már tényleg. Tehát nem volt ez... Nem kellett nagyon visszamenni? Nem. És újraolvasni? Nem igazán. Tehát én ezt tényleg tudtam. Az az igazság, hogy tehát az íráshoz képest az egésznek a promóciója, a kiadó találás, hogy hogy a picsába lesz ebből nyomtatott valami, hogy hogy akkor hogy fognak erről írni, ez sokkal, körülbelül, tehát ha a megírást nehézségét vesszük 10-nek, akkor az összes többi nehézség az nagyjából olyan 200 és 300 ezer között van. És ez most a mostaninál is így zajlik? Lineárisan írsz, és illetve meg van hát lineárisan, az, ami utána... Hát én már tudom fejből az egész történetet, csak sokkal kevesebb időm van, tehát ezért aztán sokkal lassabban haladok. De arra fordítasz-e igényt, hogy mondjuk sokat gondolsz, más mondatot válasz, más szószerkezetet? Azt igen, lehet, hogy az igen, tehát azt végigolvasom, és lehet, hogy szebb, meg jobb szót választok, tehát az igen. De nem sokat. Szarozok vele. És hogyha te... Tehát azért egy dolog, egy előnye van az újságírásnak, mint professzionális tevékenységnek. Hogy az ember megtanul gyorsan fogalmazni. Tehát hogyha tudod, hogy az a feladat déli 12-kor, hogy délután 2-re leírj 1500 karaktert,
és közben még le akarsz menni ebédelni, és egy kicsit facebookozni is szeretnél, akkor először elmész ebédelni, facebookozol, ránézed, hogy 13.40 van, most már tényleg meg kéne írni, és megírod. És 13.58-kor ott lesz az 1300 karakter. Legalábbis én így csinálom, ezzel borítottam már ki embert, de én mondjuk úgy is szerkesztettem annól, amikor még hírműsort szerkesztettem, hogy hát 54 van még a 00-kor kezdődő hírműsort, még át lehet szerkeszteni, mert 58-ra meg leszek vele. És hogyha az alatt a dolgozók így tevékenykednek? Az... Engem nem zavar, úgy szarom le, ahogy van. Legyen ki. Kinek ajánlanád ezt a könyvet, hogyha nem te jutod volna, mindenki, hanem olvasnál mindenki, aki szereti. Tehát, ha találkoznál egy ilyen könyvben, nem, tényleg nem, nem... Hát én azt gondolom, hogy ez alapvetően a tehát, nagyjából az én korosztályom, aki nem túl fiatal, és mindenképpen valami olyan értelmiségi közegben mozog, hogy érti a poénokat, meg érti az utalásokat is benne. Nyilvánvalóan ez csak detektív regényként is megállja a helyét, vagy hát faszom tudja. Remélem azt, hogy szeretném azt gondolni, hogy csak detektív regényként is megállja a helyét, de nyilvánvalóan az a gondolat, hogy ezt ideális esetben egy olyan ember olvassa, aki az utalásokkal is valamilyen szinten tud mit kezdeni. Inkább műveltnek kell hozzá? Műveltnek kell lenni hozzá. Nem kell lenni, tehát nem az, érdemes éppen azt mondom, lenni, hogy mert más érteget árul fel. Tehát érdemes hozzá műveltnek lenni. Érdemes hozzá műveltnek és a jelenlegi nagy politikában tájékozottnak lenni, mert akkor sokkal több rétegét érted meg a műnek, meg akkor sokkal több. Tehát hogyha tudod, ki az az Alexandria Ocasio-Cortez, akkor akkor poénként értelmezed azt, hogy a könyv egy bizonyos pontján elnök asszonyként hivatkoznak rá. Ha nem tudod, ki az az Alexandria Ocasio-Cortez, akkor az egy név, aki sok érdektelen név közül fölmerül, hogy jé és elnök asszonyként hivatkoznak valakire. Ki az az Alexandria Ocasio-Cortez? Ki tudja. Ha tudod, ki az, és kontextusba tudod helyezni, akkor nyilvánvalóan egyel több réteget hántottál le a könyvről. Ugyanígy, mit tudom én, hogyha tudod, ki Matteo Salvini, rá is van egy hivatkozás. És a többi. Tehát vannak benne ilyen hivatkozások, amiket nyilvánvalóan érdemes. Tehát, hogyha olyan ember látja, akkor biztos örül neki, akinek nem az átsiklik felette. Én el tudtam képzelni olvasás közben ebből egy filmet. Már nem azért, mert... Én is el tudnék képzelni, filmet, csak azt a 100 millió forintot nem tudom elképzelni. Közben gondoltál rá, miközben írtam. Én közben gondoltam. Volt benne ilyen filmszerűség? Persze, nyilvánvalóan van. Tehát ez, ebből lehetne forgatókönyvet írni, gyakorlatilag bármikor. Egy meglehetősen jó. Én azt gondolom, hogy első körben inkább animációs film forgatókönyvet lehetne belőle megírni. De hát azok manapság nagyon könnyen átkerülnek aztán a játékfilmbe. Igen, de hát csak hát ugye nyilvánvalóan míg ezt a könyvet kiadni 100 000 forint volt, azt megcsinálni egy 100 millió forint, amire nekem már nincs tőkém, és onnan. Ugye jelenleg Magyarországon igazából kizárólag a film alap az ami rendelkezhet ennyi pénzzel, hogy ezt finanszírozza. Én nem tudom, hogy ezt a film alap akarná finanszírozni. Köse most. Talán, ha még élne Andy Vajna, akkor nagyobb esélye lehetne pályázni ebben egy forgatókönyvre. De igen, persze nyilvánvalóan örülnék, hogyha ebből film születne. Lehetne belőle filmet csinálni, igen. Köszönöm. Én is.
És szeretném megkérdezni, hogy valakiben bármiféle kérdés maradt, vagy bármiféle felvetés, akkor egy kicsit beszélgessünk még róla, és hozom bort. Hozzá bort. Nekem többféle kérdés felvetődik. Az egyik ilyen kérdés itt, hogy menjünk hátulról visszafelé. Itt ugye szó esett arról, hogy a kommunikáció megváltozik, meg az embereknek az egymáshoz való viszonya. Most ez biztos, hogy jó irány, hogy az emberek ma már úgy trágárkodnak, úton útfélen az óvodástól kezdve, a idősebb korosztályig is most már sajnos, ami belefér, és hogy az emberek között nincs meg egymásnak a megfelelő tisztelet. Nem hiszem, hogy a változásokra lehetne a jó és a rossz. Tehát az elfajtat a jó és a rossz, azok erkölcsi kategóriák. Nekem azért nagyon az az érzésem, hogy a változásnak nincs egyfajta ilyen erkölcsi dinamikája. Megváltozik, el A-ból B-be, és nem biztos, hogy ez jobb vagy rosszabb lesz, más lesz. Ha azt nézzük, hogy ehhez képest pedig lehet, hogy nem beszélnek annyira udvariasan az emberek egymással, de hogy mellé meg a társadalmi agresszió mértéke milyen drámaian zuhan, milyen drámai mértékben tabusítjuk az agressziót manapság, akkor bőven lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a fizikai inzultusokat, azokat valamiféle trágárkodással váltjuk fel. És egyrészt persze trágárkodunk, ugyanakkor másrészről meg sokkal óvatosabbak és udvariasabbak is vagyunk. Tehát pár évtizeddel ezelőtt azt, amit ma, tehát olyan szinten voltunk szókimondóak, amit ma nem tehetnénk, mert udvariatlannak érezzük. Tehát a hello, milyen béna vagy, ma már kimondhatatlan. Lehet, hogy kurva anyázunk, de a fogyatékost nem hívjuk bénának. Változik a ilyen szempontból az emberiség, nem gondolom, hogy rosszabb vagyok lesz. Ez azért szerintem nem ugyanaz a kategória. Mert az, hogy ugye volt idő, amikor ledobták a fogyatékost a Tajgetoszról, ez szépen lassan felfejlődött odáig, hogy ma már nem azt mondjuk, hogy nyomorék, mert lehet, hogy nem tehet róla az a szerencsétlen, és ő is csak élni akar, és nem kell rajta átgázolni azért, mert ő neki van valamilyen testi fogyatékossága. Ezt természetesnek tartom, hogy ne bénázzunk le valakit, hogy hülye nyomoréknak, vagy akármi. De az, hogy úton, útfélen, villamoson, mindenhol, a kisgyerektől kezdve, ma már szinte olyan, mintha azt mondaná, hogy drága barátom, hogy azt mondja neki, kurva anyád, adj egy csikit, nem adok, mert köcsög vagy, miért vagy köcsög, meg buzi, meg geci, meg mi, és a lányok. Bocs, 65 évesen nekem ez egy kicsit nagyon sok. Igen, tehát 65 évesen sok, valószínűleg a mai fiataloknak nem, és valószínűleg én azt gondolom, hogy 30-40 évvel ezelőtt pedig az akkori 65 évesek érezték azt nagyon soknak, hogy mi már ezek a jasszok miket mondanak. Na jó, a világ változik, a technikailag, szellemileg vannak új dolgok. De amikor én fiatal voltam,
és valaki azt mondta, hogy a kurva anyád azt úgy vágtam rögtön állon, hogy kiesett a cipőjéből. Ma meg azt mondja, hogy kurva anyád, és olyan, mint ahogy mondtam, mintha azt mondta nekik, hogy drága barátom. Igen. És ez jó irány? Szerintem se nem jó, se nem rossz. De bizonyos dolgok devalválódnak, ahogy korábban a huncut is milyen nagyon csúnya szó volt, hiszen hát eredetileg az a jelentése, hogy kutyapicsa. Ma már az egy csak kisgyereknek használjuk és vicceskedő. Mások meg nem devalválódnak. Egyszerűen ez a fajta ugye azt is tudjuk, hogy a kurva anyád is létezett, hiszen hát Petőfi versben is benne volt. Igen, csak más értelem és más környezet. Azt mondjuk, hát... Még ez a kifejezés inkább durult az utóbbi időben. Hát ha megnézed mondjuk a már irodalom történet, mondjuk Apor Péter korában, mondjuk, hogy még egy kicsit visszárnyújunk az időben, messze nem azt jelentette ez a szó, mint most. Tehát ahogy a huncut elvesztette az eredeti jelentését, és ma már nem is gondolunk, hogy ez bármilyen szinten csúnya szó lenne, ez a K betűs, ez még durvább lett, mint volt korábban. Igen. Korábban eléggé, hát miután sokkal több volt belőlük, teljesen átlagos szó. A másik, ami nekem itt megütötte a fülemet, ez a mondás, hogy Európa betokozódik, ragaszkodik a régényéhez, nem akar változni. Itt ugye volt Velencétől kezdve, meg a épületekben, stb. De most én megint csak lehet, hogy öreg vagyok, de nem tudom azt elképzelni, hogy mit tudom én, Budapestnek a déli oldalán elkezdik lebontani a házakat, és akkor elkezdünk üvegpalotákat építeni, mert én úgy gondolom, lehet, hogy egyedül vagyok vele, hogy például a turisták nem lakótelepén jönnek el. De én pontosan ezt mondtam, hogy Budapest nem fog változni a következendő 50 évben. Hogy nem jó, hogy betokozódnak az emberek bizonyos sémákra. Én nem mondtam, tehát egyszer nem... Valami ilyesmi volt a... Egyszer nem mondtam, egyszer sem mondtam semmiről, hogy az jó vagy rossz. Hogy egy változás az negatív vagy pozitív. Azt mondtam, hogy ez létezik, ez ilyen irányba megy, más irányba megy. Én azt látom, hogy Európa nem nagyon akar változni. Hogy ez jó vagy rossz, az tulajdonképpen tök mindegy, mert akár jó, akár rossz, akkor se akar. Akár jó, akár rossz, nincs igazából esély arra, hogy az európaiakat ráveszéljük, hogy bontsák le a belvárost, és építsenek helyette felhőkarcolókat. Ilyen marad. Nyilvánvalóan turisztikai hasznosítás szempontjából ez külön jó. Mert ma van egy olyan elképzelés, hogy a régi dolog szép, és a régi dolgot érdemes megnézni. Egyébként borzasztó furcsa, hogy ez mennyire egy európai dolog, és mennyire a mi kulturális mintáinkat igyekszünk átvinni másokra, és sikerrel is például. Ebben az örökségvédelmi témában. Most jártam Szaúd-Arábiába, érdekes volt látni, hogy mondjuk azt hinnénk, hogy a legszentebb városok, a Mekka, Medina, Mekkát nem láttam, Medinát igen, ott biztos, mint mi, ha már valami nagy tiszteletnek örvendő, régről fennmaradt hely, akkor őrzik a történelmi városmagot, szépen azt csinosítgatják egyfenét. Medina óvárosát
úgy, ahogy van, lebontották, amikor kibővítették a Proféta mecsetjét, az egészet, köré fölépítettek az óváros helyére egy 18 emeletes szállodasort műmárványból. Nem érezték azt, nem gondolták azt, hogy a régi szebb lenne, hogy egyfajta ilyen élő múzeumot szeretnének teremteni most, hogy nyugatosodnak és nyitnak a nyugat felé, most kezdik el nyugati mintára iszonyatos roham tempóban a még megmaradt kevés óvárost kipucolni, mert látható, bennük is megszületett az a fajta gondolat, az a fajta igény, ami eddig nem volt meg, hogy a régi az szebb és értékesebb, mint az új. Holott évszázadokon keresztül bennünk is megvolt az a gondolat, hogy bontsuk le azt a sok régi szart, építsünk helyette egy újat, mert ez jobb. Semmi objektív dolog nem szól amellett, hogy a régit kellene megőrizni, mert az szebb. Ez egy érzés. Ez az érzés Európában egyre erősebb, és egyre több dologra terjed ki. Szebbnek tartjuk a régi autókat, igyekszünk régi formájú autót venni, szebb. Jobbnak tartjuk a régi zenét. Már az új zene is a régi zenék mesapja. Ez a fajta érdés. De nem gondolom, hogy ez rossz vagy jó lenne. Egyszerűen ez ilyenné váltunk, ez az érzés munkál bennünk. Most én ezzel nem azt mondom, hogy mit tudom én építészetben egy mai építészeti remekmű nem lehet szép vagy jó. Csak akkor gyakorlatilag oda jutunk, hogy mindenhol felhúzunk ilyen üvegpalotákat, akkor egyszerű otthon maradok, mert hogyha kimegyek a házam elé, akkor ugyanolyan üvegpalotát látok itt, mintha elmegyek 1000 kilométerre ott is, akkor minek menjek oda? Nyilván ez megvan, tehát ez a fajta érzés megvan. És nyilván ez a fajta identitás keresés, ez befolyásolja azt, hogy szeretjük a régi városokat fenntartani. A régi városok szövedékét megőrizni. De nem lehet, hogy ennek egy olyan objektív oka van, hogy mondjuk éppen a 19. század végére ért el a tudás oda, hogy olyan házakat építettek, amik egyszerre voltak szépek, tartósak, praktikusak és így tovább. Amit aztán mondjuk követett az 50-es évektől egy illomás. Hát, tehát, hogy azért bontották le régen azt megelőzőt, mert egyszerűen nem volt értékelő. Igen, de hát most Amerikában a 19. századi városmagokat is lebontották. Sajnálják is. Most már sajnálják is, de ott volt egy olyan, amikor gyakorlatilag a 19. századi városmagok is a nyugati féltekén gyakorlatilag mindent lebontották. Hát Óbudát is lebontották, és azt gondolták, hogy 1980-ban mennyi a jobb alapfutálában már azért nem azt gondolták. Igen. És a Tapánt is lebontották a 33-ban. De az nem biztos, hogy esztétikai értelemben gondolták azt a 80-as évek. Lehet, hogy még úgy is. De még úgy is. Tehát hidd el, hogy még volt benne egyfajta ilyen, hogy ez a fut... A romos szar? Hogy az a romos szar helyett ez a szép és üvegből van, és betonból, és milyen. Hát, hogyha nézzük ezeket a például a szocialista realizmus, mint irányzatot. Nézd meg, egyébként van ez a szocialista modernizm insta csoport. Ott látszik, hogy azért ez az építészet is tudott kimondottan kvalitásos alkotásokat teremteni. Hát
azért mondom, hogy most én nem azt mondom, hogy az új épületekben nincsenek jó. Például ott van London. Ha az ember megy át a Temzén, a hídon, akkor az egyik oldalon ott látja ezeket a régi épületeket, a Big Ben-től a király palotát, meg a stb. A másik oldalon meg látja azt, hogy mindenféle gyönyörű, azt lehet mondani, hogy tényleg esztétikus és szép látványnyújtó üvegépületek, különböző formák. És még egy óriás kerek. Óriás-óriás kereket is látod. Hát az már régóta ott van, de viszont... Na de akkor az elfogadása is megnő? Bocsánat, nem akartam félbeszakítani. Semmi van. Hogy? Megnő akkor az elfogadása is? Mert lehet, hogy amikor felállítják, ugye, lásd Eiffel torony, hogy tiltakoztak ellene akkor, amikor épült. Sőt, amikor terveződött. Igen. És ma elképzelhetetlennek tartanak. De most azt szoktam mondani, hogy ez az én véleményem, én így gondolom, tehát biztos mindenkinek más a gondolata, de pont ettől van az, hogy Budapesten van egy országház, ami ugyanolyan nincs több a világon. És az ember eljön azért ide, hogy megnézze azt az országházat, mert nincs ilyen több. Nekem mindig az a kérdés, hogy meddig tartható fenn abban az állapotban valami. Tehát mi lesz egy idő után, úgy, mint a Marcus Aurelius lovas szobra, az országház az benne lesz egy zárt térben, azt megóvjuk, mert az egy érték, egy emlék, és lesz egy ugyanolyan mása, amit folyton lehet újítani, vagy... Nem, hát... Vagy egyszer csak tényleg eltűnik? Nem. Nézd meg a Konfucius szülőházát, 2500 év óta elméletileg egyforma. Persze, tehát nyilván... vasoszlopok is vannak, amik hozzá se nyúlnak. Azokat is folyamatosan cserélni lehet. Tehát egyszerűen az van, hogy a nagyon furcsa a mi hozzáállásunk a régihez. Tehát ugye a szeretjük a szép net rekonstruált dolgot, amiről azt hiszük, hogy az az eredeti állapot. Tehát amikor leégett ez a szegény Notre Dame, akkor mindenki sírdogált, hogy ezer éve ott vannak, hát fenyét ez egy 19. századi felújítás eredménye az egész. Hát az országháznak is már a 60%-a újból van építve. De ez egyébként rendben van, hát az épületek történetéhez ez hozzátartozik, ez az épület sorsa. Tehát ez semmi. De most csak egy pillanat elején, ha egy kicsit távolabbra tekintünk, hogy ott volt Japán, aki szintén azt mondta, hogy jött az új hullám, hogy fú, régiek vagyunk, ősi, fú, ezért jöjjön, amerikanizálódjunk, mi is nyírjuk fel a hajunkat, legyünk pánkok, meg hallgassunk dübörgő zenét, stb. És most már kezdenek rájönni, hogy állj, ez nem mi vagyunk. Igen, nagyjából ugyanúgy, hát ott is már a jólét az elért egy bizonyos szintet, és keresik inkább az identitást hozzá. De akár a mai napig vannak ősi módon szamurájkardot készítő emberek, és a legfejlettebb technológiát, néha döbbenetes, amikkel így hivatalkan találkozunk. Hát a világnak megmutatják az utat. Így is mondhatnák a jövőt. Ott megvan a jövő. Ami nekem még így ebbe a megragadta a figyelmemet, hogy itt a egyházakról volt ez a gondolat, hogy ezek el fognak tűnni, el fognak sorvadni ezek a jelenlegi egyházak. Hát valamilyen szinten valószínűleg megmaradnak. Ugye az egyházzal nagyjából az a helyzet, hogy ugye nagyon sokáig, amíg az emberiség hitt a túlvilágban valóban. Nem, már igazából nem hiszem meg. Másrészt... Most egyre többen hisznek meg. De máshogy.
Tehát amíg az egyház szolgáltatásokat adott, és az egyházon keresztül tudott bárki is bármiféle szolgáltatáshoz hozzájutni, addig az embernek volt szüksége az egyházra. Addig igazából nem az egyházhoz tartozás nem volt hitbéli kérdés, nem is nem volt. Tehát mindenki vallásos volt, de az őszintén hívő emberek azok, ha aránya ezen belül az érdek is. Valami egyfajta egyszerű hit volt az emberekben. Inkább a rítusokhoz ragaszkodtak. Vagy a félelem, amiről volt szó. Az egyháznak van szüksége a hívekre, hogy fenntartsa magát, viszont ez az elvilágiasodás lehetőséget teremtett arra, hogy ahol valódi az emberek spirituális igényeire választ adó közösséget tudnak teremteni, ott megmaradnak a közösségek. Kérdés, hogy mennyit tudnak ebből a hagyományos egyházak létrehozni, hol tudnak ők a valódi spirituális igényekre, személyre szabott válaszokat adni, és mennyire más közösségek. Mert ugye most már nincs monopóliumuk, az emberek választhatnak, maguk rakhatják össze a saját gondolkodásukat, ugye itt is már jóval előbb kiesett az interpretációnak a privilégium az egyházak kezéből. Ha olyan közösségek jöttnek létre, amik a 21. századi ember számára meggyőzőbben, korszerűbben, vonzóbban elégítik ki a spirituális igényt, akkor azok lesznek a meghatározó kvázi egyházak, és nem azok, akiknek hosszú történetük van. Nyilván, ha egy katolikus pap képes ilyet csinálni, ott sok lesz a katolikus. Influencerré válnak majd a pap? Igen. Hát nézd meg, most is ki a legmenőbb a Papi Franco Facebookon is. És Instán. Tehát nagyon jól csinálja a csávó, valami fiatal katolikus pap. Igen. Én követem, és szerintem tök jó, amit csinál. 21. századi igényeknek megfelelően adja el a katolicizmust. Ha sok ilyen katolikus pap lesz, akkor lesznek hívek is. Ha nem, akkor több lesz a zúhívő, meg a vikkaboszorkány, meg Izlandon már több zúhívő van, mint evangélikus. És akkor a 16. Benedeknek végképp nem lesz igaz a hiszem az utolsó enciklikáján kezdődött így, hogy Fidesz non agora est, a hit nem piac. Tehát nem lehet kiválogatnunk belőle, és te azt mondod, hogy akkor... Hát nyilvánvalóan azért írta ezt, mert valójában attól tart, hogy az. Tehát ez a... Mindig azt próbáljuk tiltani, ami megjelenik, tehát... Nem? Ha nem lett volna erre igény, akkor valószínűleg nem írt volna ilyen enciklikát. Hát nem véletlenül jött a reformáció. Igen, hát ott is volt egyfajta spirituális igény, amire ez meg az, hogy az anyagi rész. De meg a szexuális. Nagyon-nagyon élveztem, de nekem el kell indulnom. Akkor nagyon szépen köszönjük a megjelenteknek. Van-e, akinek még nincs ilyen? Mennyibe fáj ez? Hát 4000 darabja. De itt most csak 3. Három? Igen. Annyi belefér.